A megfelelő iskolatáska kiválasztása nem csak azért fontos, hogy a gyerkőcök lelkesebben menjenek vele iskolába, fontos, hogy ne rontsuk vele a gerinc fejlődését. Az elsős-másodikos gyerekek alig 20-30 kilós testsúllyal rendelkeznek, erre jön még a 10-12, esetenként akár 15 kilogrammos hátizsák. Ez pedig komoly problémákat, elsősorban tartási rendellenességeket okozhat. Maga a tartási rendellenesség tárgykörébe tartoznak a tartáshibák, ami alapvetően nem betegség. Az iskola egészségügynek kell a szűréseket elvégezni annak érdekében, hogy felszínre jöjjenek azok a durva eltérések, amikkel viszont már orvoshoz, szakemberhez, gyógytornászhoz kell menni. De maga a tartáshiba, hangsúlyozom még egyszer, ez nem betegség. Az iskola keretén belül, a testnevelés órák keretein belül rengeteg olyan programot állítanak elő a tanárok, amikkel magát ezt a tartási rendellenességet tudjuk jó irányba befolyásolni. Az izomegyensúlyt az ülő életmód is rossz irányba befolyásolja. Ilyenkor a gerincet tartó izmok megnyúlnak, elengedik az adott gerincszakaszt, így fájdalom, torzulás alakulhat ki. A szülőnek is felelőssége, hogy figyelje és rendszeresen ellenőrizze gyermekét otthon. A legegyszerűbb módszer, ha csípő szélességű terpezbe áll a gyermek, és előre hajolva megérinti a lábujját. Probléma akkor van, ha az egyik oldal púposabb, míg a másik oldal ellaposodott. A gerinc állapotának ellenőrzése itt nem ér véget. Innen hátulról meg tudjuk azt is vizsgálni, hogy egy vonalban vannak-e a vállak, a kis lapockája, mekkora ez a törzskar háromszög, amit a kar és a törzs bezár, és hogy a medencéje nincsen nagyon elbillenve. Ugyanezt meg tudjuk nézni, gyere, fordulj meg felé. Ugyanezt meg tudjuk nézni előről, ugye a válnak, a kulcscsontnak a vonulatát, és ugyanúgy a medencének és ennek a törzskar háromszögnek a vonulatát tudjuk megnézni. Oldalról pedig azt kell látni, hogy a fül, a vál, a csípő, a térd és a boka egyfüggőleges vonalban helyezkedik el. Ha nem ott van, vagy bármilyen eltérést tapasztalunk, érdemes szakember felkeresni, aki gyógytornos segítségével megelőzheti a későbbi, súlyosabb problémákat. Hosszú távon egy olyan gerincferdülés alakulhat ki, vagy azoknál az gyerekeknél, akiknél van rá hajlam, olyan gerincbetegségek is kialakulhatnak, amik a kis izületeket, akár a nagy izületeket is érinti. Gondolok itt a Shire-Mann betegségre. A Shire-Mann betegség például, hogyha oldalról megnézzünk egy serdülőt, egy kisiskolást, egy nagyon durva hanyagtartás mutatkozik meg, háti kifózis fokozott, és a lumbális és lordózis is nagyon fokozott, ezekben az esetekben már fájdalom is társul hozzá. Ilyen probléma esetén mindenféleképpen nagyon fontos a szakorvos felkeresése, a helyes diagnózis felállítása, és egy olyan gyógytornász segítségét kell kérni, aki meg tudja tanítani a gyereket, és be tudják építeni a mindennapi életbe azt a mozgást, azt a mozgásformát, amivel meg tudja edzeni az ő izomzatát, és ki tud alakulni az az izomfűző, ami biomechanikailag visszaállítja a normális egyensúlyt. A gyógytornász szakember úgy fogalmazott, a nem megfelelő minőségű vagy a nem megfelelően hordott táska csak egy csepp a tengerben. A rossz kialakítású szék, a nem megfelelő méretű asztal és a túl sok tablet vagy telefonnézés tovább súlyosbítja a gyerekek rossz irányú gerincfejlődését. Ezért a szülőnek érdemes a vizsgálatot két havonta elvégezni.